Balázs, a hétvégén rajt készen álltok? Készen van a csapat? Hát az majd az eredmény megmutatja igazából. Mi abban gondolkodunk, hogy saját magunkhoz képes lépjünk előre a következő szezonba. Érkeztek új játékosok, akik úgy gondolom, hogy beilleszkedtek. Távozunk egyelőre nincs, ez még egy helyen változhat, de úgy gondolom, hogy összességében készen állunk. Mutassuk be akkor az új játékosokat. Vannak, akiknek nem kellett messziről érkezniük. Így van, hárman érkeztek a Nyírségtől, ugye a városi riválistól mondhatjuk így. A Ranyhóczki Vanda, a Balogh Panna és a Laskai Petra, ketten pedig Kisvárdáról tették át a székhelyüket ide hozzá Nyíregyházára, a Novák Panna és a Krisztián Lilla. Kapus kivételével minden csapat részbe érkezett játékos, mindannyiukról elmondhatjuk, hogy fiatal játékosok és fejlődőképesek. Apropó fiatalok, vannak, akik feljebb léptek a saját nevelésűek közül? Így van, egy elég bőkerettel tudunk dolgozni, hál' Istennek 23-24 fős a bőkeret. Nyilván ebben vannak fiatalok is, de megpróbálunk a szezon során játék lehetőséget biztosítani számukra is. Sok új csapat is lesz, sok újrakezdő csapat is a bajnokságban, és több mérkőzés, mint eddig. Mennyire sikerült az ellenfeleket feltérképezni, illetve hát ez még az a fázis, amikor még ez nem olyan fontos? Egyébként a kupamérkőzésekből és eddigi kupamérkőzésekből és edzőmérkőzésekből nagyjából lehet következtetni, hogy ki milyen játékerőt fog képviselni. Nyilván az új alakuló csapatok miatt és a korábbi erős csapatok tovább erősödése miatt nagy lesz a differencia. Ezért is lesz nehéz tartósan jó teljesítmény nyújtani, pont ezért képviseljük azt a vonalat, hogy csak saját magunkkal foglalkozunk, és minden mérkőzésre megpróbálunk maximálisan felkészülni. Említetted, hogy szeretnétek előre lépni, előrébb lépni, harmadik lett tavaly a csapat, akkor adott a feladat, első vagy második hely a bajnokságban, a kupában meg még tovább, mint az első nyolc? Így van, úgy indultunk neki, hogy ha egy helyet most előre tudnánk lépni, az azt jelenteni, hogy automatikusan NB1-be följutnánk, de nem szabad ennyire előre szaladni, hanem építkezni kell, és a saját fiatal játékosainkat építgetni, hogyha egyszer oda kerül a sor, hogy fel tudunk jutni az NB1-be, akkor ott meg tudjuk állni a helyünket saját játékosokkal. Túl vagyunk a nyári felkészülésen, lassan kezdődik is a szezon a felnőttek számára, az utánpótlás is nagyon jól szerepelt, legalábbis az edzőmeccseken, és hogy alakult a nyaratok? Nagyon sűrű és programmal teli nyarunk volt. Nagyon nagy létszámmal kezdték el a csapataink a felkészülést, ehhez párosult megfelelő mennyiségű edzőmérkőzés, voltak fakultatív jellegű programok, amik összekovácsolják a társaságokat. Úgyhogy nagyon elégedett vagyok a felkészüléssel. Jól látom azt, hogy egy picit megfordult a tendencia, most már nem annyira nektek kell keresni a játékosokat, mint sem ők jelentkeznek és szeretnének itt focizni? Igen, ez így van. Nagyon örülünk neki. Ehhez hozzátartozik az is, hogy teljesen jó kapcsolatot sikerült kialakítani a megyebeli edzőkkel, és így már küldik a játékosokat, akik tehetségesebbek, úgyhogy ezt nagyon köszönöm nekik. Valamint a Bozsik korosztályaink soha nem látott létszámmal indultak el, úgyhogy ez nagyon örömteli és nagyon-nagyon boldoggá tesz minket. Gondolom az is egy jó érzés a lányoknak, hogy most is például együtt edz a felnőtt csapat, vagy legalábbis egy pályán egymás után, az utánpótlás is, az egészen picik is itt vannak, tehát láthatják a lányok, hogy hová lehet eljutni? Igen, nagyon fontosnak tartjuk, hogy a családies légkör megmaradjon. Nyilván talán most ért el arra a szintre, hogy átérzik a gyerekek azt, hogy hová lehet eljutni, és hogy mekkora súlya van ennek. Úgyhogy tényleg nagyon-nagyon elégedett vagyok. Nagyon nehéz bajnokság lesz, nagyon sok csapattal, sok kiszámíthatatlan csapattal, hiszen nehéz megjósolni, hogy melyik együttes mire képes így a nyári változások után. Hogy érzed, mire lehet jó a Nyíregyháza? Sok összetevője van ennek, de én azt érzem, hogy ha saját magunkkal foglalkozunk és elkerülnek minket a problémák, akkor nagyon-nagyon szép bajnokság elé nézünk. Fontos lenne egy jó rajt, meghatározhatja az egész szezont? Nem gondolom, mindig jó, hogyha pont a pontokkal tudunk hazajönni egy mérkőzésre, főleg az első mérkőzésre, de nem kell neki nagyobb jelentőséget tulajdonítani, mint ami. Ugyanolyan meccs, mint a 10. forduló lenne, de nyilván fontos a jó rajt. Ugye fontos volt az is, hogy nem nagyon változott a keret, legalábbis nem nagyon van távozó, inkább csak érkezők vannak. Sikerült már őket beépíteni, az új érkezőket? Igen, Balázs nagyon szépen beillesztette őket a csapat életébe, és azt látom, hogy tényleg minőséget igazoltunk. Tehát nem létszámra igazoltunk, hanem igenis hozzásegíthetnek minket a céljaink eléréséhez.
Thank you.